van az új év, új célok, új gondolatok és részemről új témák, hogy az élet mindenki számára élvezhető, sikeres legyen. Februárban tartok egy előadást a Siker előjátéka címmel, ami számomra egy nagyon izgalmas témakör. A siker kérdése nem csak személyként, hanem biokibernetikai szempontból is mindig foglalkoztatott. Úgy látom, hogy a legtöbbeknél valami mindig kiszokott maradni a célok megvalósítása közben. Sietnek az emberek, és nem gondolják végig, hogy a sikerhez egy teljes folyamatot kell végigvinni. Hiszen a siker nem más, mint egy folyamat végeredménye. De milyen folyamatot kell felépíteni? Hány lépésből kell állnia? Mivel kezdődjön el? Hogyan lehet végigmenni, de úgy, hogy közben nem hagytunk ki egyetlen lényeges lépés sem, ami számítani fog a célnál, és utána még inkább. És mi történik például, ha mégis kimarad közben egy vagy több lépés? Ezek fontos kérdések. A megoldást adó válaszok pedig sokkal könnyebbé, gyorsabbá teszik már a céljaid megvalósításán való munkát is. Ezt szeretném megmutatni a siker előjátéka előadáson, átadni az érzéseket, a gondolatokat, amik az eredményesség felé vezetnek. Szeretettel várok mindenkit Budapesten a Lurdi